Már hét úgynevezett jelenlétponton segít az segély Segélyszervezet most éppen Boldog új A cél, hogy segítsék a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását. Közben pedig tart még a segélyszervezet iskola akciója. 2000 diákot szeretne segíteni a szervezet tanszercsomagokkal, az akcióhoz pedig még mindig lehet csatlakozni. Így van, köszönöm szépen, és Gens Kristóffal beszélgetünk az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatójával, de mielőtt rátérünk erre, egy gyors mondat erejéig azért térjünk ki a jelenlétpontokra, ugye ezzel segíti a hátrányos helyzetű térségek leszakadásának a megállítását a szervezet. Ezt mondjuk el a nézőknek, hogy ez mit is jelent pontosan. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkájának az alapja a jelenlét, ezt sokszor elmondjuk segélyakció kapcsán is, tehát amikor például egy ilyen iskolakezdés együtt segélyakciót indítunk, az is azért tud igazán hatékony lenni, mert mi jelen vagyunk az ország számos területén, hátrányos helyzetű településeken, jelen vagyunk a az életében, tudjuk, hogy mire van szükség, és tudjuk, hogy kiknek van szüksége a, a támogatásra. Tehát tulajdonképpen a jelenlét... Pontnak nevezhetnénk akár bármely intézményünket, de egyébként itt egy konkrét programról van szó, ami ezen a héten lezárul, a Gönci járásban, ahol falúról illetve Vizsolyról kb. 30 települést tudtunk elérni. Egy ilyen jelenlétpontnak az a jelentősége egy település életében, hogy a rászorulóknak van hova fordulni, és egy ilyen diagnózis alapú szociális munka tud elkezdeni, tehát látjuk, hogy mire van szükség, felmérjük, hogy mire van szükség, és az alapján indulnak el különböző szolgáltatások, gyermekfejlesztéstől a munkaerőpiaci programokon át, nagyon sok olyan közösségi ami valóban az adott térség, az adott lakosság felzárkózását segíti. Ugye az ökumenikus egészszervezet egész évben többször többféle tematikus és szervezett segítségnyújtásokat is szervez, és ilyen például a, a mostani, ugye a szeptember 1-i iskola kezdéssel kapcsolatban. Korábban már beszéltünk róla, akkor ugye még csak kezdődött, de most már azért javában tart, most hol tart? Igen, itt is egy egész éves munkáról van azért alapvetően szó, hiszen a, az Ökmenikus Segélyszervezet 30 különböző intézményében foglalkozik gyerekekkel folyamatosan. És ahogy említette, valóban vannak kampányaink, ezek tulajdonképpen úgy működnek, mint egy reflektorfény, hogy ezt ilyenkor ráirányítjuk egy adott területre. És az iskola kezdési segélyakciónkat pedig 11 évvel ezelőtt azért indítottuk el, mert azt érzékeltük, hogy a, a hátrányos helyzetű családoknak az életében, ez az időszak talán az egész évet tekintve a legnehezebb. Ilyenkor annyi uh, hal, annyi minden költés halmozódik, annyiféle kiadás jelentkezik a család életébe. Gondolunk itt ugye a tanszerekre, a, a ruhák, ruházatra, a sportruházatra, a cipőre, minden olyanra, amit az, ilyenkor az, 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 az ember megvásárol, hogy indul az iskola. És ez bizony uh, azoknál a családoknál, akik hónapról hónapra élnek. Egy nagyon komoly egyszeri kiadást jelent, és ennek lehetnek rossz következményei. Lehet arról, szó, hogy elindul, elindul egy eladósodás, hogy nem fizetnek be számlákat, nem veszik meg a gyógyszert, vagy talán ami. A gyerek szempontjából ugye szintén nagyon veszélyes, hogy nem vásárolják meg azt a, az iskolaszert, amit az iskola kér, amire szüksége lenne a gyereknek, és akkor a gyerek nem úgy ül be az iskolapadba szeptember elején, hogy ő egyelő a többiekkel. Egyrészt valóban nem lesz egyelősze hiányoznak az eszközei, másrészt nem is érzi magát egyelőnek, mert hogy szégyenkezik, nem örömmel megy be az iskolába, szoronghat azért, hogy neki hiányzik valami, vagy nagyon szakadt az a, az a dolog, amit ő elővesz a táskájából. Szóval ez egy nagyon-nagyon fontos picitől magántúlmutatósági akció. Minden iskolakezdés minden évben nagyon megterhelő, költséges. Ez minden, minden család számára, azt gondolom, hogy ez ezt kimondható. Most, hogy már, már azért javában benne vannak a, a gyűjtésben. Lehet egyébként úgy számokról beszélni, hogy mondjuk, persze nyilván, hogy nem mindegy, hogy egy gyerekes családról van szó, több gyerekes, sok gyerekes családról, de hogy úgy nagyjából mondjuk milyen költségei vannak most mondjuk az iskolakezdésnek. Évről évre. Több tízezer forintról beszélünk. Én attól tartok, hogy 2022 ilyen szempontból nagyon sok családnál most még nehezebb. Tehát olyan áremelkedések voltak egy évvel ezelőtthöz képest, ha gondolunk a papírárának az emelkedésére, a ruhák árának az emelkedésére. Itt akár 20-30-40-50 százalékokról is beszélünk egy éves táblatban. Ez bizony megint csak azoknál a családoknál, akik nehezen élnek. Ez egy olyan jelentős különbség, ami, ami komoly döntések elé állítja őket. Tehát az a segélyakció, amit mi most elindított. Ilyen családoknak, a legszegényebb családoknak segít. Konkrét célkitűzéssel indultunk el. 2000 rászoruló gyereknek szeretnénk megtölteni az iskolatáskáját. És hogy hol tartunk? Hát eddig olyan. 50 ezer, kicsit több mint 50 ezer telefonhívás érkezett a 1353-as adományvonalra, egyébként ez most is hívható, tehát ha a nézők szeretnének minket segíteni, szeretnének a gyerekeknek segíteni, akkor a 1353-at tudják tercsezni, itt 250 forint egy hívás, és ezekből a kis 250 forintokból aztán összeáll egy iskola kezdő csomag, tehát 40 telefonhívás, az már mondjuk 10 ezer forintot jelent a segélyszervezetnél, és mi 10 ezer forintból már össze tudunk állítani egy elég jelentős csomagot. Most ugye a, az 50 ezer hívással és a különböző online adományokkal együtt, ugye van nekünk egy online adományozási oldalunk is, ez az iskolakezdés együtt.hu Körülbelül olyan 15 millió forint gyűlt össze, ami azt jelenti, aki jó matekból azt szerintem meg hogy körülbelül 5 millió forint hiányzik a 2000 gyerek támogatásához, azaz a 20 millió forinthoz. Akkor sok kéz, sok telefon, sok hívás, még nagyobb segítséget tud jelenteni, viszont azt ne gondolják a nézők, ugye, hogy ez úgy működik, hogy akkor, akkor mindenkinek egyforma, egyen csomagokat készítenek, mert ugye azért itt a személyes igényeket is felmérik, mert például van, aki szakiskolába jár, speciális képzésben vesz részt, hogy, hogy, hogy ilyenkor nagy nagyon figyelnek erre is. Így van, a 2000-es szám az egyébként egy, állandó számos már az Ökumenikus Segélyszervezetnél, itt 2000 gyereket a nyár elején kiválasztunk, felmérjük az igényeiket, itt a, segélyszervezet intézményeiből, intézményének a látóköréből választjuk ki a gyerekeket, és akkor ennek megfelelően tudjuk összeállítani az igénylistákat és a rendeléseket, és akkor ahogy érkeznek az adományok, állítjuk össze a csomagokat, éppen a mai napon szállítottuk ki a Magyar Postának köszönhetően az első csomagot egy négy gyerekes édesanyához, aki tartós beteg, nagyon beteg, egyedül nevel négy gyermeket egy icipici házban Budapest közelében, és neki szállítottuk ki, nagyon nagy élmény ilyenkor mindannyiunknak látni azt, hogy ez a sok-sok munka, ami az elmúlt hetekben önkéntesek, munkatársak, tucatjainak a munkája, az ilyenkor meg tud testesülni egy-egy csomagban, és aztán azok a, a mosolyok, amik, amiket ilyenkor kapunk, azért az nagyon sokat jelent, Éppen egy ígérpár volt a, itt a, ebben a családban, akiket nagyon boldogok voltak, hogy, hogy kivonthatnak egy ilyen ilyen csomagot, és ez tényleg olyan minőségű tanszer, amit mi ilyenkor tudunk adni, tehát hogy vadonatúj, meg, meg tényleg a fiúknak, alsós fiúkról volt szó, olyan tartó, olyan füzet, ami tényleg boldogság. Ugye az iskola kezdésig nagyjából megérkezik mindenhova a csomag, tehát azért van még lehetőség, meddig telefonálhatnak a, a nézők, és azok, akik segíteni szeretnének. Tehát, hogy említettem, most körülbelül úgy állunk, hogy a 15 milliót már átléptük, de 20 millió a célkitűzés, úgyhogy igen, lehet még adományozni, hogyha bárkinek van lehetősége, vagy ott van a, telefona telefon a, a keze ügyében, akkor a 1353-at hívhatja. Ezt egyébként megtehetik egészen a augusztus utolsó napjáig, addig tart az, a, az adománygyűjtés, és hát folyamatosan szállítjuk ki a, a csomagokat is, úgyhogy aki pedig szeretné a, segélyszervezet munkáját követni, ezt megteheti például a Facebookon keresztül. Tehát nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy végigkísérjük ezt az akciót, ebben vannak például Wolf Kati, aki végigjön az egész a, a, akcióba velünk, és segít abban, hogy minél több emberhez eljusson. Mert nagyon fontos a bizalomépítés szempontjából, hogy aki adományoz, az lássa azt, hogy itt valóban a, a végén a gyerekek megkapják ezeket a teli dobozokat. 13.53, mindenki tárcsázzon, segítsünk van még rá lehetőség. Kristóf, köszönöm szépen! Én is köszönöm!